Sziasztok! Üdvözöllek benneteket innen az Anró épület díszítésről. A mai videóban ezekre a műanyag világrádákra fogunk egy takarást készíteni. Nem olyan túlságosan régen kaptam egy szép feladatot. De nagyon régen volt, már többször mondtam ezt a burkolatot. Úgyhogy most már mindenképpen neki kell esnünk ennek a világrádó burkolatnak. Hoztam le a cégtől 30x30 mm-es alumínium profilt, illetve 10x70 mm-es fenyőrécet, ebből fogjuk elkészíteni a virágláda burkolatokat. Lássunk is hozzá! Első lépésben mérjük le a ládát, hát ez 36 cm magas, legyen mondjuk turván 40, úgy egyszerűbb lesz számolni is, illetve az átmérője az pedig 50 cm-nél egy picivel kevesebb, tehát legyen durván 50 cm. Miután felvettük a méreteket, ezeket a méreteket szépen átrajzoljuk az alumínium profilra, illetve a fenyőrécekre. A lábakat ebből a 30x30 mm-es alumínium szögprofilból fogjuk elkészíteni, ugye 40 cm magas lesz a virágládának a takaró része, úgyhogy bejelölgetjük itt ezt az alumínium profilt 40 cm-enként. Jelölés után vágjuk le a 40 cm-es lábakat. Nyilván ezt kézi fűréssel is meg lehet tenni, de ha van gépi fűrész, akkor kíméljük az erőnket. Jó, el is készült a 4 darab láb. Ez lesz a takaró burkolatnak a 4 lába a 4 oldalra. Fele munkát majdnem el is végeztük, most már keresztbe léceket fogjuk még itt elkészíteni hozzá. Azokat is méretre vágjuk, hozom is. Mivel a virágládák 50 cm-esek, illetve az anyagvastagságunk 1 cm-es, tehát legalább 52 cm-re kellene vágni az első burkoló léceket, úgyhogy itt is felmérünk egy 52 cm-t, és utána a többi lécet majd ehhez vágjuk, mint egy sablon, hogy mindenképpen egyformák legyenek. Jó, tehát akkor itt mérünk egy 52 cm-t, 52, elkészültek az oldalfali burkolatok, tehát ez úgy fog összeállni, hogy ide fog jönni egy léc, alatta kihagyunk majd egy pár centit, utána megint teszünk egy lécet, aztán megint teszünk egy lécet, és megint teszünk egy lécet, így, illetve így, és ezt még a másik két oldalon is elkészítjük. A hátsó oldalát nem fogjuk megcsinálni, hiszen itt a falnak fogjuk az egészet nekitenni, teljesen felesleges lenne készíteni, de természetesen meg lehet csinálni a negyedik oldalát is ennek a virágláda takarónak. Nincs más hátra, mint a furatokat elkészíteni ugye az alumínium profilon, illetve már majd magán a fenyőlécen is. A furatokat nem az alumínium profil közepén, hanem a szélén készítsük el, lévén majd itt kettő darab fenyőléc fog találkozni, így hogyha középre készítjük a furatot, akkor nem biztos, hogy át fognak férni a csavarok. Tehát azt fogjuk mondani, hogy mondjuk az alumínium profil szélétől egy fél centiméterre tesszük a átmenő furatokat. Elkészültünk a lábaknak a jelölésével, vagy tehát igazából, hogy hol kell átfúrni a alumínium szögprofilokat, úgyhogy most gyorsan át is fúrogatjuk őket egy hatos fúróval, utána majd egy kis hatlapfejű hatos csavarral szépen összefogatjuk majd a deszkákat. Ha meglesznek ezeknek a furatoknak a helyei, majd utána fogjuk fejrölni a fenyőlécre a furatoknak a helyét. Készítettük a furatokat a lábakon, ugye nyilván a hátsó lábakon csak az egyik oldalra készítettem, mert ott nem lesz hátsó borítás. És eljutottunk odáig, hogy az első lécet elkezdhetjük felcsavarozni magára az első lábra. Feljelöljük az első lécnek a fúrási pontját. Illetve a másik oldalára is feljelöljük ezt a pontot. Itt
kettőt. Egyik láb. Egy csavar. Egy léc. A hátuljára érdemes tenni egy fakötési alátétet. Ugye hozunk egy kulcsot és meg is húzzuk. Illetve a másik oldalra is jöhet. Jöhet a többi léc. A léceknek a közepét 3,5 centinél megjelölgetem mindegyiknél, hogy tudjam, hogy hová kell majd pozícionálni magasságban. Az első takaró oldal már ki is alakult, tehát nincs további feladatunk, mint megcsinálni ezt a lábát is, illetve ezt a lábát is, és tulajdonképpen egy kész van az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 darabból. Egy kicsit meghúzzuk a csavarokat, nagyon nem kell, mert ugye fenyővel dolgozunk, csak hogy mégis ne legyen ilyen lötyögés az takarónak. Készíts el helyet a két darab takarót. Az előbb összeraktuk a virágláda takarókat, most még annyi munka lesz, hogy leolajozzuk a léceket, illetve lefestjük feketére a lábakat, illetve a csavaroknak a fejét, hogy egy kicsit olyan dizájnosan nézzünk ki. Sima teraszolajat fogok használni, illetve egy sima fekete színű, matfekete színű festéket, nyilván bármilyen színre lefesthető. Először a csavarfejeket fogom lefesteni, utána pedig a lábakat, aztán pedig olajozunk, utána pedig összerakjuk az egészet, és megnézzük, hogy hogyan néz ki. Kezdjünk is hozzá. Egy kis teraszolajjal átkenjük ezeket a léceket, lehet ecsettel is, lehet egy darab rongyal is. Azt gondolom, hogy egy rongyal könnyebben el lehet oszlatni az olajat, mint az ecsettel, illetve a felesleges olajat vissza is szívja magára. Megszáradt a fa is, megszáradt az alumínium láb is, úgyhogy szépen összerakjuk most ezt a virágládát, és berakjuk a helyére. Elkészültünk a festéssel, menjünk át, vigyük a helyre, és nézzük meg, hogy mutat. Egész jól mutat. Szerinted, kiskutyám? Neked is tetszik? Szerintem nagyon szép lett. Természetesen minden alkatrész megvásárolható az Arro épületdíszítés webáruházában www.arrodiszlec.hu. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretnétek értesülni az új termékeinkről, új videóinkról, úgy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy kövessetek minket a Facebookon. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!